Szép napot! Szatmári Nóra vagyok. Jöjjön a következő heti cigánykártya jóslat. Egészen pontosan minden napra húzok egy lapot, ahogy már megszokhattátok. Hétfőtől egészen vasárnapig igyekszem a lehető legtöbb gondolatot megosztani veletek. Itt van előttem a kedvenc cigánykártya csomagom. És egyébként jobb oldalon láthatjátok a 120 sorsformáló című könyvemet, bal oldalon a titkos angyali szám kombinációt, úgyhogy lehet is válogatni akár ezek közül is a webáruházamban. És jöjjön a lényeg, nézzük, hogy milyen lapok érkeznek hétfőre, kedre és az összes többi napra. No, a hétfői lapja az a veszteség. A veszteség lapja minden túlbonyolítás és minden leegyszerűsítés nélkül, igen, valamiféle veszteséget jelez. A veszteség azért nagyon-nagyon-nagyon sok rétű, sok formájú történet lehet, mert hogy lehet anyagi, erkölcsi, időbeli, érzelmi, kapcsolati, vagy akár valamilyen presztízs típusú veszteség is, és pont ezért, mivel nagyon sokféle veszteség létezik, ezért nem kell úgy tekinteni erre a lapra, hogy ja Istenem, ez valami szerencsétlenséget, komoly bonyodalmat, nagyon nagy leterheltséget okozó lap. Nem, ennél egyszerűbb a történet, de nézzük, hogy mi az, ami még ebben a lapban benne van. Nyilván valami elveszik, valami összetörik, valami kiesik az életünkből, kiesik a megszokott ritmusunkból. Valami nem a tervek szerint halad. Az a kérdés, hogy vajon mi nem stimmel. Nyilván ez lehet akár egy olyan dolog, ami késlekedik, nem kapsz vissza valamit, amit kölcsön adtál, vagy egyszerűen nem jön meg egy válasz arra a kérdésre, amit föltettél, pedig azt ígérték, hogy ezen a napon ez meg fog történni, ott lesz nálad, fogod tudni, hogy igen vagy nem, fekete vagy fehér. Egy biztos, ezt a lapot azért nagyon sokszor úgy szoktam megközelíteni, hogy nem érdemes teljesen önállóan, önmagában kezelni, de most itt ugye nyilván ez a feladat. Egy biztos, illetve az is biztos, hogy a veszteség lapjával nagyon-nagyon sok különféle értelmezéshez lyukadhatunk ki. A veszteség lap üzenetének a megfejtésekor nagyon-nagyon fontossá válik az, hogy éppen ki és milyen típusú életszakaszt él meg. Tehát azok, akik alapvetően valamilyen olyan szakaszban vannak, ahol egyébként is várnak valamilyen kellemetlen, nem feltétlenül örömteli és felüdítő üzenetet, ott valószínűleg ez meg is fog érkezni, és számolni kell azzal, hogy ez valamilyen negatív témakört érint. Ha viszont valaki olyan típusú élethelyzetben van, ahol nagyon nagy a lendület, őrületesen nagy a leterheltség, de egyébként pozitívak az eredmények, a veszteség jelezhet akár egy olyan élethelyzetet is, hogy egy picit csitulhat ez a nagyon nagy forgatag, ez a nagyon nagy hangzavar, ez az őrületes csődület, ami az adott embernek az életében van. Egy biztos, a veszteség lapja az én olvasatomban és a legtöbb elemzés során nagyon-nagyon gyorsan átfordul egy pozitív irányba, és mindig tekintsünk úgy erre a lapra, hogy tulajdonképpen a sors rendezi a helyzeteket, rendezi az emberek életét, és rendezi azt, hogyha valamit ma elvesztettünk, holnap majd valamit visszakapunk. Ha ilyen nagyon-nagyon racionálisan próbálom megközelíteni a veszteség lapot, akkor egy dolgot egészen bizonyosan kerüljünk el a hétfői napon. Méghozzá ne költekezzünk, és végképp ne költekezzünk feleslegesen, luxus dolgokra, ne hagyjuk az értéktárgyainkat felügyelet nélkül, ne hagyjunk ott például egy nyitva lévő e-mail fiókot, hogy ott a kollega, aki bele tud nézni, és mondjuk nem szeretnénk, hogy belenézzen, ugyanúgy a telefonunkat se hagyjuk ott, ha nem szeretnénk, hogy a párunk, a gyerekünk, a főnökünk, vagy bárki esetleg rákukkancson, ne agyisten belekukkancson. És a veszteség lapa egyébként az elkapkodás, az elsietés, a túlontúl spontánul meghozott döntésekre is utal, hogy nem szabad olyan hirtelenkedő döntést hozni,
ami gyorsabb veszteségbe fordulhat át. Tehát alapvetően kerüljük el azokat a típusú döntéseket, ahol akár én magam kényszerítem magam egy gyors döntésre, akár a környezetem próbál belőlem kipréselni egy nagyon-nagyon-nagyon gyors igent vagy nemet, valamit, amit ők szeretnének, és én viszont ugye egyáltalán nem biztos, hogy akarok. Na nézzük a keddi nap lapját, ez a katonatiszt. A katonatiszt lapja ugye mindig azért alapvetően valamilyen rendszerezettséget, valamilyen jól kiszámítható folyamatot igényel és mutat. Megmutatja azt is, hogy valamilyen formában erőteljesnek, kitartónak, ambiciózusnak, sőt, hát ugye a katonaság és a katonasághoz köthető fegyverzet miatt ugye tüzesnek kell lennünk, akár harciasnak is egy-egy adott helyzetben, és vigyázat, mert azért a katonatiszt lapjában simán benne rejlik ám az erőszak, az akarat és a túlzás is. De van ennek a lapnak egy tök más oldala, méghozzá az, hogy nagyon-nagyon itt van annak az ideje, hogy a bátortalanok kiálljanak önmagukért, a vágyaikért, a terveikért, és bátran elmondják a véleményüket, és legfőképpen ne hagyják azt, hogy bárki azt a véleményt helyettük megpróbálja átformálni, módosítani, vagy kicsikét befolyásolni őt, hogy picikét változtasson valamit azon a véleményen. Nem, szigorúan tilos ezen a napon bármi ilyet hagyni. Nyilván a katonatiszt ugye valamilyen hivatalos közegre is utal, és simán benne van az, hogy valamilyen munkával kapcsolatos, fontos döntés előtt állunk. Nyilván, hogyha valakinek nagyon fontos munka, vagy karrier, szakmai előmenetel terén kell valakivel találkoznia, egyeztetnie, szerződést aláírnia, akkor igyekezünk megkönnyíteni a dolgunkat azzal, hogy felkészülünk, alaposak leszünk, nem kapkodunk, nem szaladgálunk jobbra-balra, nem telefonálgatunk, ha nem tudunk valamit, hanem megpróbálunk hihetetlenül magabiztosak és eltökéltek lenni. És bátran bizonygathatjuk egyébként az igazunkat, de azért azzal óvatosan kell bánni, hogy az igazunkat sem bizonygathatjuk úgy tartósan, hogy a másik már 78-szor azt mondta, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, és ezzel nem tud egyetérteni, tehát azért érdemes lenne átgondolni azt, hogy tényleg igazunk van-e az adott élethelyzetben. Ami még nagyon fontos, és ez az utolsó üzenetem ezzel a lappal, hogy a feladatainkat, legyen az bármi ezen a keddi napon, nem szabad immel, ámmal, csak úgy felületesen kapirgálva nézegetni, mert az nem hasznos, és az nem visz előrébb. A szerdai nap lapja, az a hűség lapja, ugye azzal a kutya szimbólummal, amiről az alapvetően ugye nem csak a nyugati, hanem a keleti kultúra, és nagyon-nagyon sok kultúra úgy viszonyul, hogy a kutya ugye a hűség szimbóluma, és a kutya azon kívül, hogy a hűséget jelképezi, egy szolgálatkész, egy kitartó, egy elkötelezett, elhivatott energiát mutat, és adott esetben egy olyan barátra is utalhat, egy olyan kedves emberre, egy támogatóra, egy mentorra, aki valamilyen formában ott van mellettünk, nem lép hátra kettőt, amikor bajban vagyunk, és eltökélten végzi a dolgát mellettünk, de ugye visszatérek oda, hogy azért ez alap sok szempontból magunkat is jelöli, tehát nem csak valamilyen külső szemét, vagy egy külső energiát, tehát a mi valamiféle elköteleződésünket, tartóságunkat, hosszú távú döntéseinket is nagyon-nagyon szépen jelzi. Nyilván azért érdemes a hűség lapját úgy is megközelíteni, hogy a hűség, mint készség olyas valakinek a tulajdona, aki nagyon elhatatos, nagyon tudatos, nagyon rendszerezett, tehát próbáljunk meg ezen a napon ilyenek lenni. Ha valaki mellett nyilván semmilyen szinten nem tudjuk ezeket a készségeinket felsorakoztatni, mert nem szimpatikus, nem szeretjük, nem érdemli meg azt, hogy tényleg ezzel a szeretettel, értő figyelemmel forduljunk hozzá vagy felé, akkor nem is kell ezt megtennünk, tehát nem kell semmit magatokra erőltetni, de ettől függetlenül legyetek hűek önmagatokhoz.
azokhoz az elvekhez, amiket régóta valamilyen formában egyfajta iránymutatóként használtok. Legyetek hűek azokhoz az emberekhez, akik ott vannak mellettetek, segítenek nektek. Most ti próbáljátok meg ezt a fajta feladatot betölteni. Nyilván a hűség lapja, mint ahogy sok más üzenet is, bármikor megkérdőjelezhető, de nyilván nem ez a nap lesz az, amikor megkérdőjelezhető, tehát akiben eddig bíztál, legyél kedves, próbálj meg a mai napon is bízni, ezen a szerdai napon, és ne kételkedj abban, hogy az, amit ő ad, mutat, amiről informál, az úgy van. Nyilván persze lehetnek kivételek, és a kivétel erősíti a szabályt, de alapvetően ez a szerdai nap pontosan arról szól, hogyha azon a úton mész álhatatosan tovább, amin elindultál tegnap, tegnap előtt, múlt héten, vagy egy hónappal ezelőtt, az oda visz el abba a célba, ahova te alapvetően tartasz. Nézzük a csütörtöki lapocskánkat, ez pedig az özvegyasszony lapja. Az özvegyasszony lapja alapvetően egy, és jellemzően egy olyan személyt jelölő lap, ami egy idősebb, nálunk korosabb, bölcsebb, valamilyen formában többlettudással rendelkező, vagy élettapasztalattal rendelkező nőt mutat meg. Nyilván nagyon-nagyon sokféle szerepkör lehet ennek az özvegyasszonynak a háta mögött, lehető egy anya, nagymama, egy idősebb női testvér, nagynéni, barátnő, egy oktató, egy tanító, egy mentor. De akár egy edző is például. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon sokféle lehet ez a típusú szerepkör. Ami biztos, hogy ő egy tapasztalatokban gazdag, intellektuálisan, széles látókörű, bölcs iránymutatásokkal telelévő ember, akire érdemes hallgatni. Ha ma azaz csütörtökön, bármilyen formában kíváncsi vagy arra, hogy merre mész tovább, ki vagy te, mi a jó neked, mit kellene csinálnod, vagy éppen mit nem kellene csinálnod, mi az, amibe bele tudsz kapaszkodni, akkor nézz körbe, és fordulj olyan emberhez, aki nálad idősebb, és lehetőleg női szerepű személy, és biztos vagyok abban, hogy tud neked olyan iránymutatást adni, ami stabil talajt ad a lábaid alá, amivel megérted azt, hogy ki vagy te, hol vagy most, mit csinálsz, mi a célod, miért vagy egyáltalán ott, ahol vagy. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az özvegyasszonyban van egy segítő szándék, ha és amennyiben, függetlenül most ettől a lapsortól fogjuk magunkat és kiemeljük ezt az özvegyasszonyt, és azt mondjuk, hogy mellé kerül mondjuk egy tolvaj, vagy egy kevés pénz, akkor már nem mondhatom azt, hogy ez egy jó szándékú ember, de itt most, mint egy csütörtöki napra szóló üzenet, mindenképpen és alapvetően egy pozitív, segítő szándékú, valószínűleg kicsit csendesebb, visszahúzódóbb embert akar, akitől érdemes segítséget kérni. Halkan teszem hozzá, és ez már abszolút az én magángondolatom, hogyha az én drága nagymamám még élne, és ezt a lapot kapnám, akkor biztos, hogy ő lenne az, akit fölhívnék, hogy Nagyi, mit gondolsz erről a dologról? Na így gondoljatok majd a csütörtöki napon a nálatok idősebb hölgyekre, asszonyokra, akikről el tudjátok azt kérdezni, hogy tud nektek valami olyat mondani, ami tényleg hasznos és előremutató. A pénteki lapunk az a kevés pénz lapja. Alapvetően a kevés pénz az igen, kimerem mondani, pontosan azt jelöli, ami rajta van. Kevés pénzt, punktum, nem kell ezt tovább ragozni. Nyilván, ha egy picit már szinonímába, meg ilyen többletértelmezésbe megyek bele, akkor a szűkölködést, a nélkülözést mutatja, de nagyon fontos, hogy szűkölködni nem csak pénzben és anyagi javakban lehet, hanem bizony meg nem kapott információkban, a soha meg nem szerzett tudásban, a soha meg nem teremtett tapasztalatban, a soha mellénk nem álló barátokban, vagy olyan történetben, hogyha az ember például plátói szerelemben van valakivel, ugye az is egy kevés pénz állapot, mert ugye a másik nem viszonozza az érzelmeimet. Úgyhogy
Mindenképpen a szűkölködés, mint szó kerüljön fókuszba ezen a napon, és bármi, amiről azt érzed, hogy aha, erről nem tudok eleget, ebből nekem nincs elég információm, tudásom, bármi egyebem, vagy meg kellett volna szereznem még 10 ponttal többet, hogy fölvegyenek az egyetemre, ugye mostanában aktuális úgyis ez az egyetemi felvételi történet, ugye ez is lehet egy kevés pénz, hogy aha, hát nem jött össze, neked valamiért ez most nem jött össze, vagy, és ugye akár egy pozitív oldalról is jöhet ez, hogy kihúzzuk a kevés lapot, és mondjuk azt kérdezett tőlem, hogy Nóra, fölvesznek engem a Semmelweis egyetemre, és ezzel a lappal azt fogom mondani, hogy nem, drágám, ezzel nem fognak fölvenni, de a kevés pénzzel fölvehetnek a Szegedire, vagy a Pécsire, vagy a Debrecenire. De ugye miért kevés pénz? Mert az egy nyeresség, hogy fölvesznek a többire, csak hogy te a Semmelweisre vágysz. Most ezzel én nem tudok mit kezdeni, ezzel te tudsz mit kezdeni, hogy neked elégséges lesz-e az, hogy esetleg elkezded valahol vidéken a tanulmányaidat, aztán vagy tetszik, vagy nem, átjelentkezel, vagy nem. Szóval a kevés pénznek nagyon-nagyon-nagyon sok rétűsége van, és érdemes is így gondolni erre a lapra. Az özvegy férfi érkezett a szombati napunkra, ez már ugye július 29-e. A mindenképpen személyt jelölő lapot ábrázol, lehet olyan, tehát egy teljesen konkrét kérdésben, mondjuk 3-5 lap húzás esetén lehet olyan élethelyzet, amikor azt mondom, hogy nem biztos, hogy feltétlenül egy férfit, idősebb férfit, bölcsebb, tapasztaltabb férfit jelez, ugye hasonlóan, mint az özvegyasszony, csak ugye ott ez egy női szerepkör, ez pedig egy férfi szerepkör, hanem egy olyan férfi, aki adott esetben valamilyen tudással, bölcsességgel, tapasztalattal rendelkezik, nyilván nagyon egyértelműen látszik ő rajta is, ahogy egyébként nyilván az özvegyasszonyon is látszott, hogy valamilyen formában valamit gyászol. Nyilván ez lehet valaki is, de én azt gondolom, hogy gyászolni nem csak valakit, hanem bizony valamit is lehet. Alapvetően ez a férfi azért küzd a magánnyal, küzd az egyedül léttel. Viszont cserébe ezért olyan információk, élettapasztalat, intellektuális tudásnak van a képességében, amit egy kívülállónak, adott esetben neked, nekem, vagy a harmadiknak azért érdemes lenne ki aknázni. Nyilván itt most nem kihasználásról beszélek. Ahogy az özvegyasszonynál is említettem, ugye az özvegy férfi jelenthet férfi testvért, apát, idősebb férfi rokon, nagybácsit, akár főnököt, de akár a szomszéd idős bácsit is. Úgyhogy tegyük meg azt a szívességet, hogy csináljunk valami jót ezen a napon, tegyünk jót a világgal, és adott esetben kérdezzük meg a szomszédot, a nagypapát, a rokont, hogy van-e szüksége bármire, bármilyen típusú segítségre, és ha igen a válasz, akkor tegyünk jót vele. Alapvetően még ami fontos, hogy sorba kell venni azokat az embereket, akik fontosak nekünk, és át kell gondolni, hogy tényleg ki az, akinek amúgy tényleg nagyon-nagyon szívesen segítenénk, odaadóak tudnánk vele szembe lenni, és tudunk úgy segíteni, és akarunk is, hogy nem várunk feltétlenül ezért a segítségért cserébe valamilyen hálát. Úgyhogy hívjátok föl ezeket az idősebb embereket, legyen az férfi, hát adott esetben, ha éppen egy nő jut eszedbe, akkor az sem véletlen, tehát nyugodtan megemelheted ilyen szempontból is a telefont, és kaphatsz olyan kedves szót viszont, ami önmagában már egy fizetség azért, hogy te teszel valamit a másik emberért. Ami még nagyon fontos, ugye az özvegy férfi magányából kiindulva, szerintem itt egy nagyon lényeges történet is zajlik, méghozzá az, hogy rámutat ez a lap a magamba tekintés fontosságára, hogy nézzek a lelkembe, nézzek a szívembe, adott esetben nézzek a józan eszembe is bele, és rendezzem a gondolataimat, tehát szánjak időt önmagamra. Ugye nyilván azzal, hogy ez egy hatodik lap, az a szombatra érkezett, tulajdonképpen még az idő is nagy valószínűséggel kedvez ennek a típusú élethelyzetnek. No, a látogatás lap jött utoljára a vasárnapi napunkra, mindenképpen egy olyan személyt jelez, vagy akár egy élethelyzetet, ahol a befogadás, a nyitottság, a figyelem, a kedvesség, az érdeklődés megjelenik.
Tehát akár ez ugye megjelenhet direkt látogatásban, hogy valaki bekopog hozzám, és megkérdez, hogy hello, hogy vagy, segítsek valamiben, vagy esetleg egy e-mail, egy SMS, vagy egy telefon formájában is megjelenhet, hogy ugye látogatást teszünk a másiknál, de telefonon is megtehetjük ezt, hogy legalább megkérdezzük, hogy hogy van, és szüksége van-e bármire. Alapvetően a látogatás nem feltétlenül egy ember-ember között lezajlódó direkt folyamat, hanem valami olyan, ami információként beérkezik, vagy rálelünk valamire, találunk valamit. Ha például van valamilyen mondjuk hivatalos ügyünk, és a jogszabályokat olvasgatjuk hozzá, találhatunk valami olyat, ami alapján az a fajta életélményünk keletkezik, hogy aha, na itt van az a pont, amikor azt mondom, hogy tulajdonképpen ez a segítség, ez a jogszabály, x-edik paragrafus, x-edik bekezdés, x-edik sor, aha, ez fog nekem segíteni az adott ügy megoldásában. De ez egyébként millióféleképpen előjöhet, tehát mindenképpen hegyezzük a füleinket, és tágra nyitott szemmel nézelődjünk a világba, hogy megkapjuk azokat az üzeneteket, amikre szükségünk van. És hogyha a heti cigánykártyán kívül még napi üzenetekre is vágynál, azokat pedig írott formában a kártyajóslás blogomban találod meg. Benne van a leírásban az elérhetősége a blognak. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra, hetente minimum 3 új tartalmat találsz nálam, asztrológia és kártya a témában elsősorban, de hamarosan hozok meditációkat is, úgyhogy azt kívánom, hogy egyébként legyen tök jó nyaratok, és hallgassatok engem nagy-nagy szeretettel. Nagyon örülnék annak, hogyha egyébként sok-sok üzenetet hagynátok, és elmondanátok, hogy az üzeneteimből tudtok-e tanulni, tudtok-e erőt meríteni. Legyen szép napotok!